A Székelyföld autonómiája nem lehet alkutárgya, fogalmazott a Nemzeti Liberális Párt társelnöke Alina Gorgiu a Székely Hírmondónak adott interjújában. A lap a bizalmatlansági indítvány előkészítése kapcsán az RMDS-szel folytatott esetleges tárgyalások tartalmáról kérdezte a politikust. Alina Gorgiu azt mondta, ha az RMDS beterjeszti az autonómia statútumra vonatkozó törvénytervezetet, ellene fognak szavazni. Elismerte azonban azt, hogy gondok vannak a kisebbségi jogokat szavatoló törvények tiszteletben tartásával. Úgy vélte, a jogszabályok szintjén Romániában rendeződött a kisebbségi kérdés, csupán azt kell esetenként vizsgálni, hogy miként tartják be ezeket.